Na jó reggelt kívánok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Farming Simulator 17 videóval. Egyébként nem tudom, hogy reggel van-e, amikor nézed a videót, de én... És az a durva, hogy nekem se reggel van, nem este. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen reggelt mondtam. Na, srácok, először is írjátok meg, nagyon fontos, hogy milyen chipset szerettek leginkább. Én a sósat. Na jó. Egyébként oj, miért ilyen lassú ez az egész? Ez mindig ilyen lassú volt. A gyerekek, csapjunk bele a lecsóba, menjen a munka ezerrel, és akkor... Igen, és akkor hatalmas ötleteket adtatok nekem, főleg Velven nevezetű felhasználó, aki nézi a videóimat, és mindig ír e-mailt. Én meg mindig annyira ritkán írok vissza neki. Na, azt akartam mondani, hogy ő és Zsolt nevű felhasználónk, oké, nem az a Zsolt, hanem egy másik Zsolt, egy Fábián nevezetű Zsolt, ő adott nekem kettő nagyon jó tippet. Először is... Velven gyakorlatilag egy komplett kimutatást készített nekem, hogy melyik fát lenne érdemes csinálni, hogyan, hogy mennyit lehet letermelni egy bizonyos területen, meg hogy mennyi időbe telik, és hogy mennyi hasznot hajtana. Nagyon szépen köszönöm neki. És Zsolt viszont felvetette, és többen már felvetettétek, hogy miért nem bérez gépet? Mert tök jó lenne, hogyha ugye bérelnék gépet, és akkor amíg megnő a fa, addig például bérelnék egy ültetőgépet, és akkor ezt igazából nem kell megvennem, mert minek? Igazából elültetek vele mindent, utána akkor ugye váljátok, hogy nagyon fontos ugye, hogy igen, hogy mennyi a bérlés. És utána ugye viszont vissza tudnám adni, és akkor az ültetőgép az nagyon sokáig nem kell, mert amíg letermelem ezeket a fákat, addig minek? És akkor utána bérelnék egy ponzt, és gyakorlatilag gyűlenne pénzem, tudnék dolgozni is, meg még ráadásul nem több százezer, hanem ilyen félmillió euróba, ami ugye dollárnak kéne itt lennie. Nem annyiba fájna a dolog, viszont az a föld még mindig nincs teljesen beérve, majdnem elfeledkeztünk róla, úgyhogy csapassuk. Egyébként azt írtátok, hogy tök jó, hogyha van ilyen vlog jelleg ugye a videóba, főleg Ferike, nem arra úgy, hogy Ferikének nevezzek, azt hiszem, hogy ugye izébe. Nem tudom, miért nevezzek téged Ferikének. Na, jó van, tudod, hogy kiről van szó, mi? Nagyon bejött az előző vlog, ugye a lapozgatós könyv meg az már ahogy függve a dolgra. Ma van az a nap egyébként, amikor arra gondoltam, hogy csinálok live-ot majd róla. És ez nagyon nem tele van, úgyhogy húzzunk bele. Egyébként baromira adja ez a bab, hogy a tökbe adja ez ilyen jól. Eddig is ilyen jól adta, nagyon gyorsan megtelik ez a cucc. Annyit csinálunk szerintem, megvárjuk a túloldali föld is teljesen érjen be, és akkor megállítjuk az időt, és ez még talán belefér ebbe a napba. És mindig zöld a túloldala, látjátok. Nyomunk egy tempomátort, mert egyébként ma nem tudom, ilyen vidám vagyok. Vidám vasárnap. Nem tudom, hogy miért. Egyébként ne értsetek félre, flörtölős szövegeket gyakoroltam egy személyen, de nem tudom, hogy mennyire jött be neki 10-es listán. Talán bejött. Na, jó, oké. Összeszedetlen vagyok, de imádok játszani, aztán most csapassuk neki, mint az őrület. Mi van, nem érik be már az a földecske, vagy az a földecske miért nem érik be, gyerekek? Jó volna, ha beérne. Egyébként ezt itt figyeljétek, itt kéne hagynom, és úgyis megfordul a gép, de nem biztos, mert úgy lehet, hogy belátni ugye a tartályba. Szerintem ez már kiürült, csak ugye még mindig ugye pumpálja, úgyhogy akkor álljunk is félre. Kiürült, jó. És akkor meg kellene indítani. A másik föld az még mindig miért nem ért be? Ez már nem hiszem el, az az egy csík miért nem ért be? Reméltem, hogy nappal mindenkit meg fogom állítani, ne szórakozzatok. Fel is kapcsolta a villanyt. Felkapcsolta a villanyt? Jó. Nem akarok hülyeskedni, de muszáj, gyerekek. Dobre vécse. Épp egy hülyém. Dobre vécse. Ja, nekiállunk, gyerekek, nekiállunk, csapassuk, mint az érület. Majd belepörgetünk az időbe, most ne az legyen az elsődleges dolog, hanem az, hogy... Ültető, faültető. Bélet mennyibe fájna? Mind van, ugye? 2000 fájna, jó, ezt kibéreljük, és ezt telenyomunk mindent. Mire lenne még szükségünk hozzá? Ugye kéne hozzá egy paut. Egy paut kocsi, amivel tudunk hordani, úgyhogy egy-két dolgot itt kell azért művelni. Hú, gyerekek, igen, kell egy pót. Vagy kellene valami hasonló, vagy pedig ugye van a
Nézzére, szóval mindenki azt használja, ugye bálahordó pótkocsival, ez annyira egyébként rakhatnának be akkor már valami hasonló, valami értelmes dolgot, érted, jó szak, hol vagy a bál? Ugye mindenki ezt használja. És ez elég, várjátok, már ez mennyibe fáj, hol van? 12 ezer, ezt meg is vehetném, nem? Ezt akkor, ez legyen, mert később is esetleg ugye kell. 960 a bérlete. Béreljük, soha nem szoktam bérelni cuclikat a játékba, de most ez annyira rábeszéltetek erre, és most kellene egy traktor, amin van csatoló, 3 pontos, vagy ezért, milyen? Igen, 3 pontos csatoló, meg még ráadásul homlokrakodót is csatlakozhatsz rá, és igazából nem kellene egy olyan marha nagy, vegyünk egy Zetort, az olyan jó feelinges, igen. Motorbeállítás, nem tudom, hogy ez igazából szerintem semmi szükségre. Kerékbeállítás, keskeny gombok alapértelmezett, felnézni, jó ez még miért állt meg ez a Tattor, amivel éppen vagyok, nem tudom. Bérlet, igen. És akkor még egy villás targoncárnak a felszerelését, ezt gyorsan meg akarom venni. Nem akarom megvenni, hanem akarok bérlet, oké. És ez tényleg jó, gyerekek, mekkora király vagy? Akkor a király vagy, hogy ezt így mondtad nekem, hogy ezt csináld már egy hülye. Na mi van? Ja, igen, az utolsó sor. És ezt nem fogja le. Ja, és igen, ezt is Velven írta, hogy úgy kellene csinálnom, hogy ugye mind a két oldalt lecsettintem. Aztán akkor úgy, jó lenne. Nem csináltam úgy, én hülye. Ezt így nem fogja le, ezt nem fogja így leolatni, úgyhogy ezt nekem manuálisba kell. Na mindegy, igazából annyi az egész, hogy nyomok neki egy tempomatot, aztán végig durrant rajt. Most akkor azt a vetőt már indíthatnám is. És igazából, hogy kiszállok belőle, akkor ugye meg fog állni, de viszont akkor annyit csinálunk, hogy ezt erre nyomunk egy hát. Nem szeret így? Így van, igen. Hey, állj meg, mi, állj! Tudom ezt miért csinálta, de nem örülök neki. Olyan hangja van ennek a gépnek, gyerekek, hogy besírtok. De az a nagy kamera, az nagyon durva. Na, akkor ide állok, aztán én vagyok akkor az ideál. Szóval adjál neki, hát lehet, hogy egy csíkot elhagytunk, jó, nem baj. Igen, és itt vannak a bérelt cuccok, úgyhogy annyira nem árna, ne, most ebbe a szituba mi nem fogjuk nagyon pörgetni az időt, megmondom miért. Azért, mert ugye akkor iszonyatosan sok lesz a bérleti díj, úgyhogy ezt learatjuk, átmegyünk a másikra, learatjuk, és nem pörgetünk időt. És rá fogunk állni, ezzel végzek, megyek át a másikra, és akkor megcsináljuk. Elültetjük a fákat, nem tudom megint, hogy a fákhoz nem kellene véletlenül kultiválni. De én úgy emlékszem, hogy nem kell kultivált terület ahhoz, hogy fát ültessék. Legalábbis azt hiszem, hogy a 2015-ben nem kellett. Hát nagyon remélem, hogy ebbe se kell, vagy nem tudom, hogy jól emlékszem-e. De akkor ugye azt a földet meg tudjuk nézegetni most. A 9-es, nem, igen, a 9-es fölött ugye akkor itt lenne minden, ez gyakorlatilag ugye a központi magja ennek a terület együttesnek, ami itt van. Akkor meg tudnánk csinálni azt, hogy ott létrehoznám ugye ezt a fás dolgot. Egyébként egy dologra nem gondoltál velem, hogy lehet azt hiszem, hogy valahogy úgy trükközni, hogy gyakorlatilag full egymás mellé rakod a fákat. Mert ugye kiszámoltad, hogy mennyi fát tudtál egy bizonyos terület, bizonyos méretű területre lerakni. De egyébként azt hiszem, hogy ha tudod te manuálisan úgy pakolni a fákat, hogy gyakorlatilag ilyen nagyon sűrűn legyenek, gyakorlatilag el se férnie mellette, hanem szinte egymásban kérnek a fák, és úgy is megnő, szóval rengeteg fát lehet ültetni egy területre, és iszonyatosan sok munkánk lesz most ezzel, remélem, hogy azért sikerülni fog minden. Jó, itt akkor ezzel fordítsuk meg, ezt meg el kellene vinnem, úgyhogy egy csomó minden, várjátok, lehet, hogy üríterem kellene egy gyorsan, mert nagyon-nagyon pörgünk, ops, majdnem ledaráltuk a vágóasztalt. Gyerekek, ez a vágóasztal biztos valamennyire erős, de azért, hogyha egy ilyen ütközés történne. Az a durva, hogy ez miért nem két darabból van, nem? Azt hiszem, hogy van olyan vágóasztal, ugye, hogy két darab. Nem, olyan van, hogy a két széle csukódik össze, fölfele, jaj. De azt hiszem, hogy kukorica adapternél van, ugye. Már lehet, hogy van ilyen is, ugye. Nyomjuk neki, csapjuk neki, mint az őrül gyerekek. Ja, na, tudom egyébként, hogy nagyon sokan CMT-t vártatok, meg nagyon sokan vártok minden. Az a nagy problémám az egészen, megmondom őszintén, hogy most ugye kipufogó szerelés, hegesztés, mindenféle projekt itt megy. Nem tudom, hogy azt nézitek-e az ilyen jellegű videókat. Imádom, hogy kevés járművünk van és nem kell sokat váltogatni.
Nem tudom, mennyi azokat nézitek el azokat a videókat, de nagyon rá vagyok függve egy csomó mindenre. És nem pörgetünk időt most, azt mindenképpen esetleg, ha az a zöld, az se baj, nem fogunk időt pörgetni, mert ugye tényleg ne adósodjunk el nagyobb. Igen, kipufogó szerelés van most ugye, és az a projekt nagyon megy, és kell az, hát ez muszáj megcsinálnom, most tudjátok, hogy áll a gép? Úgy vlogoljak is egy kicsit, meg Ferit, meg Ferikét. Ferikét, nem érdekel, Ferike maradsz. Ferikét meg nagyon biztos érdekli, hogy hogy áll most. Most tudja, hát ő meg lehet, hogy tudja is, már mondtam neki. Ugye, hogy apám, nincsen szerelőoknám. Na, ugye az a projekt van, aki nem követi ezt a dolgot, elmondom. Mindjárt beindítom, így oda nézzük. Ugye, hogy egy sportdobot akarok felszerelni, csak ugye a Ventónál az a baj, hogy a Ventó az egy lépcsős hátú jármű, és mégis a dob, a hátsó dob, az nem a legvégén van a járműnek, hanem ugye a hátsó kerék környékén, a hátsó dob. És a sportdobok azok meg olyanok, ugye, hogy egy nagyon kicsi cső van rajtuk, és nem úgy van, hogy egy ilyen hosszú cső ér ki a végéig. Hát remélem érthetően fejeztem ki magam. Igen, és akkor most nekiállunk komolyabban dolgozni. Ezt kiviszem Földvégibe oda, és akkor megyünk a cuccokért, egybe elhúzunk minden, nagyjából, hát egybe teljesen nem fogunk tudni, és akkor jövünk fát ültetni. Ezt közben majd mondom ám, hogy hogy van ez a Ventó téma, igen. Szét van kapva a Ventó, hát a hátsó kerék ki van szerve, bal hátsó, föl van emelve, föl van tuskózva, hogy alá tudtam férni, hogy tudjam, levágtam a hátsó dobot, most ugye meg kell toldanunk a kipufogó csövet. Itt lehet, hogy nem fog elfordulni ettől, na mindegy, akkor még egy kicsit. De most meg kell toldanunk a kipufogó csövet, akkor ahhoz kellett egy... Faszod, nem szórakozó, azt hittem Trabant. Most őszintén, hányan hittétek, hogy ez Trabant? De ez marhára úgy nézett ki, mi? Ott az, ahogy fordult. Ja, és izé van, most még nem is tudom használni a kocsit, úgyhogy azért gyakorlatilag... Ma egész nap például olyan csövet kerestem, amelyik pont jó lenne, ugye? Hát egy speckó csőnek kellett lenni, aminek 42 a belső átmérője, ami rácsúszik a kipufogó csőre, mármint az alváz alatti kipufogó csőre, és akkor az rákerül ugye a dobra hegesztve, és egy olyan kerestem, hát egész nap kerestem, az végén egy havernál találtunk egy tetőn vannak, tudod, az a izé, az a mi az, amik az áram jön be, tudod, ilyen, aminek nevezik, tudja a rosszabb. Na mindegy, na, itt a bolt. Rossz felé mész, skipper, hülye vagy? Na és akkor azt... Itt van egy eke is, azt majd még lehet, hogy használjuk. Egyébként azt nézem, hogy az egyes föld, ez viszont... az egyes föld, az nagyon kicsi. Azt is el tudnám egyébként fával küldeni. De az sem tudja. Igazából ott akarom, hogy minden legyen egy helyen, érted? Ne legyen szóval szíje. Jahogy. Nem tudom mi az a hülye, aki azt hitte, hogy a nyerges fontatásnyi cuccos kell a izéhez. Azt hittem, komolyan azt hittem, hogy ez nyerges fontató kell, és nem. Szóval ezt el tudom én. Jó, nem, bocsánat. Azt hittem, valamiért arra asszociáltam, hogy ennek nyerges kell, ugye, mert nem azt vettük az előzőt, hanem ugye ezt vettük meg, amelyikhez nem a nyerges kell, hanem a sima csatoló felület, de egyébként ezzel is el tudom rántani, jaj, de jó is a kamion, hogy itt van, mert ugye el tudom azzal rántani simán oda, mert ugye raktam hátsó csatolót rá, ugye, tudjátok-e? Na ugye akkor most kellene megvenni ugye magokat, hanem a fákat, és akkor az jó lesz nekünk, már a raklapok az ugye ott van? Aha. Nyárfa csemetét, azt írta velem, hogy ez azt ne is erőltessem, semmi köze az erdészethez. Meg hát az olyan, mint hogyha rendes. Nem tudom, hát egy pár izét kéne önni. Hát ezt meg kellett vennem, hogy ez pénzbe került. Mert az narha rossz helyen van, várja. És akkor legalább fel is csatoljuk. Látjátok, oda dobtam egy hátsó csatolót ezen erre, és akkor ezzel nagyon gyorsan el tudom rángatni az X helyre. A pontból B pontba, na, úgy szokták mondani, hülye vagy. Na, ugye? Forgózsámolyos. Ott ez jó így. Jó, és aztán akkor ez mehet is. Ja. Hogy van a kombájnunk? Jó, mert ott van a föld végében, egyet forduljon, még azt valami lesz. És akkor ezeket meg föl kéne dobni legalább ennyit.
Nem is tudom, mennyi van egy ilyen, 10 vagy mennyi? 20? Hú, de régen rakottam, gyerekek, úgyhogy nem is fogok tudni. Figyeljetek meg, hogy olyan béna leszek, hogy az hihetetlen. Ó, holod már cseszed el. Cseszed el, kifőr! Cseszed el! Nagyon eszméletlen rég rakottam. Hát, passzif. Fél éve apám. Sima liba. Fél éve rakottam. Úgyhogy ne számítsatok túl jó, sok jóra a rakodás tekintetébe. Ne számítsatok túl sok jóra a rakodás tekintetébe. Inkább az éneklés megy jobban, a rakodás meg kevésbé jobban. Jó, az éneklés sem megy túl jól, na. Ugye. Vigyünk sokat, nem? Azt akkor nem lesz rá a gondocska. Fú, tényleg rég rakottam. Meg amúgy se nagyon szoktam, vagy a franc tudja. Inkább az ember, nem tudom. Na most azt most halál komolyan mondom, hát azt meg abszolút nem ültettem ebbe a játékba. 2017-esbe abszolút nem ültettem, úgyhogy nem is tudom, hogy én működnek itt a dolgok. Eskü. Most ez minden... Kövezzetek meg most, hogyha valaki emlékszik olyanra, hogy én ültettem fát, akkor biztos rosszul tudom, de én úgy emlékszem, hogy nem. Nem volt ilyen. Hát, tudjátok, most ezt leraktam, ez a baj, amikor kapkodsz, ha lerakod normálisan, nincs ilyen gondod, és meg tolingálhatod ide-oda. De most ki az, aki más pótot használ ennek a hordására? Ez mindenki bála pótot használja, nem? Ez a legjobb. A bála pótot hordja? Nagyon jó. A bála pótot hordja? Bezze, jampi verdák itt mennek. Halljátok, az nagyon beszartok, hallod? Ferige, neked is mondom most, hogy ki vagy emelve, mi? Ki vagy emelve, mint a... Most erről kiemelésre jut eszembe, volt egy haverom, volt egy izéje, volt egy passzátja, egy ötös pont, ugye? Alatt 2 méteres ember volt, kopasz nagy állat, egyszer váltak mellé a piroshoz. Úgy kikapták be ezen a kocsiból a izén keresztül, az oldalsó üvegen keresztül, letegelt üvegen keresztül a kommandósok. Hogy azt se tudta humban, bazze. Akkor embert. Nem tökőre, köcsönyem. Megkapták, bazze, kikapták, ledobták a földre, csácsumi, mellé állt a izé. Nyuszi busz. Aztán már ment is a levesbe a csávó. Jó. Hát az igazából még 6 ráférne. Nem? Még egy 6-ot vegyünk. 6 ráfér? Nem, 4-et veszünk, jó? Várjátok, itt skubizunk. Jó, hát ez ott rohadjon meg. Ott rohadjon meg, ahol rohadj meg, nem? Most mit beszélek? Na, az a lényeg, tudjátok, hogy miről beszélek, szerintem. Remélem. Jó, 4 darabot veszünk. Ez jó, mert olcsó, mint a izé. Jó, hogy ezt bérelni nem kéne, mi? Ez volt 3, meg 4, remélem. Ojjjjjjjjjjj, elfelejtettem. Jössz végig földobom, azt húzzuk, mint a Foxy rongyot. Foxy lábtörlőt. Az anyádor istenét. Nem ennyi memory? Az anyádor isten. Kolompár démo Judit vagy-e? És most újabban népsor... Tudjátok, mit fogok csinálni? Komolyan mondom, népsorolvasást tartok. Na, akkor mondom a neveket, ki van itt, jó? Aztán mindenki tegye fel a kezét szépen, ha nincs itt valaki, akkor idetik a fekete pontot. Adod így terrorba tartom a nézőket, aki nincs itt az izé, az fekete pontot kap. Na, akkor mondom a neveket, jó? Bandi, itt vagy? Tedd fel a kezedre, ne szórakozzál, mert megint rajzolsz, meg Stalkert olvasol? Na várjál, Ferike, itt vagy? Mert meg a farming szimulátor, ides anyádat, az vedd meg szerintem. 3-szor. Na várjál. Azt akartam, hogy... Nem vagyok tört el, esküszöm gyerekek, a... Vakuljál meg, more, hogyha törtel játszok. Nézd meg a Steam-en, kipördeteng nyugodtan. Nincs az törve. Nincs az törve, ott van szépen, megvan, vöve. Na, Bandika. Remélem, hogy akkor jelentkeztél szépen. Ferike. Te is jelentkezz. Akkor mondom még a neveket, figyelje. Velven nem kommentál, úgyhogy te tudom, hogy itt vagy amúgy is. Mondok még nevet. Tudok-e még neveket? Galampár néma, hol voltál? Akkor mindig van egy srác, ezt régebben mindig kevertem Bandival, Bét, Bates.
nem mint hogyha nagyon külön, vagy izé lenne, olyan nagyon egyforma dolog lenne. Ezen nincs izé, hátsó csatoló ezen az ütetőgépen, mert akkor el tudnék mindent egyszerre húzni. Na bocsánatot kívánok, hogy ilyen rohadt sokáig raktam ezt föl, ezt a cuccos, de nem vagyok egy fenomén ezzel. Biztos most írjátok, hogy én sokkal gyorsabban felraktam volna. De hát én ilyen bene vagyok, bene. Ez jó, mert itt le lehet húzni az a vassal, na. Csak egy kicsit löjjebb. Jó is lett, jó van. Nincs az egy hátsó csatoló, jó lenne. És tudom, melyik féget kell felfogni. Ezt kell felfogni, akkor nézzük. Ha jó lenne hátul adni, nem valószínű, hogy lesz hátsó csatoló, nem baj, akkor elvisszük így. Sőt, nem. A kamionnal fogunk először menni, mert ez megtelett. És várjál, meg kéne ugye ezt heverezni. Heverezni. Micsoda? Tehát túl nehéz. Nem azt akarom, erre. Ugye. Jó, ott is le, izé, spaniferezem még a homokot is. Na gyerekek, rá nem remélem, hogy ez nem fog pottyanni. Mindjárt kiderül. Indulj meg! F1 kikapcsolva, régebben mindig mondtátok, hogy ez hülye vagy kiper, hogy ez bekapcsolod. Jó, akkor ugye azt itt meg kéne cruzolni arra felé valamerre, és akkor egy jobbra egyet, meg egy balra egyet. Ugye emlékszünk erre? Jól emlékszünk az utolsó célra? Ugye egy jobbra egy és egy balra, igen. És ott is vagyunk a 9-esnél, és a 9-es fölött lesz akkor. Az ültetési mizéria. És ott még le is kéne szedni, ugye nem tudunk billenteni sajnos. Jó, bocsánat azért a zökörködésért, de most ez megy nekem így. Az lenne jó, megállítod az időt, a forgalom is megállni. Megmerevedik minden, mint a kutyapöcse. Ó, gyerekek, milyen jó. Egész jobb felraktam ahhoz képest. Tudom, jó kilóg meg ilyesmi, de hát ez... Figyeljé, már funkcionalitásra megyünk, redesign nem számít, olyanok vagyunk, mint a ruszkik. És itt is van itt van ez a kettyen fő... Nem. Ja, ez a 9-es és ez fölött van, akkor menjünk már oda. Na nézzetek, gyerekek, figyeljetek! És akkor most azért rámegyünk tényleg, funkcionalitásra is a hogy mondjam azt a dolgot, elfelejtettem. Na mindegy, ide gyűjtünk, az lényeg. Ezt ide ledobjuk a szajrét. Jó. Igen, ezt most el kell mennem a kamionnal, mert ugye üríteni kell, pörgünk mind a trágyaszóró. Akarok majd egy pont Scorpio-ra valószínűleg fogunk gyöjteni. Mert azzal azért... Ja igen, valamit akartam mondani neked, nem tudom, az, láttam a izét, ugye a komment, vagy a e-mailedet, e-mail, igen, az volt, láttam ugye, hogy mondtad, hogy az a baj ugye, hogy a rakodás és a izé az sok időt vesz fel, rakodás, ugye, és a szállítás az sok időt vesz el. Nem szabad szállítani a rakodni, azt kell csinálni, hogy ugye, nem tudom, remélem, hogy jól emlékszem, hogy azt nem írtad az e-mailbe, hogy ugye lehet olyat csinálni, hogy fogsz és egy darálót oda raksz gyakorlatilag, ahol éppen te dolgozol. És akkor nem kell szállítani, hanem a sponsor az ugye meg tudja fogni a fát, és akkor úgy szépen be tudod darálni, be tudod vagdosni ugye magába a darálóba, gyakorlatilag egy méteres izébe. És ennél lehet, hogy azt kell csinálni, hogy kiszállni és akkor odébb dobni, de ugye ha egy méteresben dobod, vágod, akkor mindenképpen ugye azt tudja csinálni ez a dolog, hogy kézzel meg tudod fogni, ami hasznos. Úgyhogy ez is egy megoldás. Viszont itt egy kamion, egy cuccunk össze fog jönni ezen a két földön, és valamit nem értek. Őszinte leszek, meg beérett. Pedig ugye le van. Hát akkor pont határon voltunk, és nem is kellett nekem sok. Beérett az a zöldség, vagy pedig még bugos volt. Mindegy, ezzel biztos megtelik ez a kamion, ami megint egy nagyon nagy pénz. Úgyhogy az jó lesz. Az ültetés után azokat a cuccokat vissza fogom adni, mert igazából nem lesz rá szükség, mert olyan sok fát ugye elültetünk, amit majd egy ideig eltart kitermelni, és nincs rá szükség, hogy azokat ott pihenjenek nekünk. Ez be sem fog férni végén egy trailerbe. Mondjuk nem bánom ám, örülök neki. Jó! Nem tudom ezt miért nyomtam, meg izét akartam. Igen, és ez... Ja! Ja oké, ez végzett is, viszont ezt le kell húznom ugye itt a végét. Egy bét. Jaj, és írtad, hogy kapcsoljam le, csukjam le a tetejét, mi? Légy, keeper, csukd le a tetejét. Attila, remélem te írtad, komolyan mondom. Remélem eltalálom azért egy neveket, akik vagytok. Akikkel sűrűbben kommunikálok, ők nekik eltalálom a nevét, akinek nem biztos, azt utáltok. Ne haragudjatok érte egyébként. Ma nem nagyon vlogolunk, ma éppen a hülyéskedés projekt megy mi. Oda nézd, milyen szépen koszolódik. Szépen koszolódik ez a Big Bad. Egyébként az eleje nem tetszik, olyan, meg a formája annyira nem tetszik ennek a járműnek. És ez sajnálom, hogy biztos vannak olyanok, akik most azt mondják, hát fú, Gipper, hát mi ez?
ezért van. Minek nevezik ízlésvicom, hogy nekem annyira nem jön be. Nem mindegy nagy kalapács, vagy franc tudja, vagy nem. Turcsi orr, ilyen nagy orrnak emlékeztet az a izé, az a valami ott a végén. Ugye a motortér. Annyira nem tetszik. Mondjuk nem is a dizájnra mentek rá, az Hozier ezzel a géppel. Jó, ugye nem fogok én itt pörgetni időt, megy át a másik földre, mind a kettő elezve, de... És akkor ugye... Ez így fog működni. Majd később veszünk nagyobb betőt, mert ezekre a földekre gyakorlatilag nem sok értelme lenne nagyobb betőt venni. Inkább majd valami marha nagy földet meg kellene venni, és akkor azzal tolni. Absz is pont nem férte, na mi van már? Férjél el, more! Nyomunk egy B-t, egy V-t, ezt húzunk is, mint az őrült. Nyomunk egy X-et, összecsukjuk. Csapjuk neki, gyerekek, csapjuk neki. Igen, hát ennek ugye kell egy ilyen izé, hárompontos csatoló, ugye hidraulikával megfejelni, meg különben nem nagyon tudja mozgatni ezeket a tárgyakat. Mondjuk ezzel egy ilyen faültetés, vagy egy kisebb dolgot így húzni azért röhely lenne. Ezzel a 16 hengeres vadállattal. Viszont nagyon fordulékony és nagyon kicsi ípbe tud fordulni, az egy baráti dolog. Mert ezt meg is fogom küldeni szerintem rá. Ugye már nem sok van vissza. Közben dolgozni fogok, csak ne haragudjatok, de ezt a projektet is ugye akarom tolni, hogy a pénzünknél legyünk, ne adósodjunk el, sőt ugye termeljük a pénzt közben. És ugye a falvágás, az faltermelés ugye annak az lesz a leginkább hasznos abban, hogy ugye addig, amíg dolgoznak a gépek, automatai se, addig ugye tudunk mi pénzt gyűjteni. Gyerekek, egyébként nagyon sokat gondolkozok azon, hogy nem-e pofázok én túl sokat, néha így lehet-e követni, hogy milyen hülyeségeket beszélek össze-visz. Jó, de nagyon szeretem egyébként, hogy kiigazítja az egyenes irányt. Ugye az FS17-ben vannak olyan apróságok, amik nagyon jók, például ugye a munkás sokkal intelligensebb, meg még ráadásul nem úgy indul el a területe, ahogy éppen ő beállított, hanem ugye egyenesbe hozta, látod most is az előbb, és most már akkor én csináljunk is valami csodát. Ezt a kamiont szeretném levinni, de szerintem lehet, hogy akkor meg is... Mennyi volt benne? 43% nem fogja betakarni. Úgyhogy üritek egyet, gyorsan beállok mellé, és akkor ezen a hosszú egyenesen valószínűleg még ezt meg tudom csinálni, és akkor azt már le fogja csettinteni egybe. És ezt a földet szerintem ez a Buffalo, vagy Buffalo, bie? Big Passes, Big Bud, szerintem izélni fogja, hiba nélkül fogja vetni, mert ugye nagy hosszú izék vannak, látod. Ilyen kivezetések simán el tud fordulni, nem azt csinálja, hogy ugye nem fog tudni elfordulni, de viszont az is nagyon jó, hogy... ott is ugye a tereptárgyat, a kerítés jelen esetben szépen kikerül, nagyon jó. Itt meg tök jó lesz, el fog tudni fordulni. Sőt, még nagyobb tárcsával és még nagyobb gépek rendszerekkel is. Még nagyobb vontatmányokkal is. Ez meg szerintem kiürültem közben. Úgyhogy ezzel húzok is a francba, olyan helyre, ahova biztos, hogy nem fog akadályozni. Hát ez igen, szépen meg fog telleni. Jó, itt ez nekünk jó is lesz. Oké, és akkor itt meg már ugye csak ezt kell csinálnom, hogy ezt elviszem. Ja, ez egy full függesztett? Nehogy már. Vagy egy félig függesztett? Á, így igen, de amikor dolgozol vele, le fogja rakni, úgyhogy nem lesz gond. Mondjuk egy súly az lehet, hogy nem átad volna, de szerintem ezzel meg fog vele birkózni. Még itt sem nagyon rángatja az elejét. Főleg ugye rajt van a íze is. A homlokrakodó, úgyhogy ez szépen el lehet vele lenni. Nem tudom, a gépeket csak úgy lehet visszaadni, valószínűsítem. Vissza is kell hozni, vagy pedig el tudom adni P-betűs menübe? Soha nem szoktam bérelni, mindig a bérlés az olyan nagyon idegen volt tőlem. Na, ebbe hány láda? Egy darab láda fog felférni, vagy kettő? Lehet, hogy pótkocsiról fel tudom, igen, lespaniferezem, szerintem pótkocsiról fel fogom tudni tölteni, és akkor nem kell lepakolni, az is idősporulási tényező lesz, ugye? És akkor, ja, és mindenképpen azt viszont kell vennünk, ugye, egy darálót. Egy darálót azt kell vennünk. Nem fixet fogok venni, mert annak sok... Ja, viszont ha nem fixet veszek, kell neki egy gép. Várjál? Nem. Van egy olyan típus, aminek nem kell gép. Azt kell megvennünk, gyerekek. Ezek nagyon fontos, hogy gyerekek, bevegyünk a bögé, azt így megemeljem. Szóval, hogy nem lehet megemelni, de ezek nem nagyon foglalkoznak a fizikával. Figyeljetek, megpróbáljuk. Most ott tudom, hogy a körkedés, de utálni fogtok mi. Most nagyon komoly játékosok örüljenek. Nem, emelte a hátulját természetesen. Mert újra van ragazva az útra, ezekkel nem lehet semmit csinálni. Fú, gyerekek. Sok a meló. Megy a termelés. Zakatol a gép. Folyik a terhelés.
énekelném én tovább, hogyha tudnám. Egyébként tudom, csak így felét, így düdüdüdü, így csinálnék, az meg nem jó. Várjátok, úgy megtölti, hogyha... Hát ez király, gyerekek, király. Királymód, akkor úgy lesz, hogy abban a sarokban fog lenni a termelő egység. Tehát akkor a fák azok valahol innen fognak kezdődni. Nem is kellene olyan messzire, lehet, ja. Lehet, hogy azt csinálom, hogy gépi munkással elültettetem, és akkor szép egyenletesen fog nőni. És akkor mégse az lesz, hogy tudom, hogy be lehet hackkelni, hogy ugye egymás mellé kerüljenek teljesen, de akkor inkább nem hackkelem be, nem miért. Nyomok egy H-t, most erre croat kíváncsi vagyok, és nem fogja csinálni. Akkor nyomunk egy B-t, és nyomunk egy V-t, és elvileg. Ülteti, jó. Jó, gyerekek, ezt, akkor nem hackkelem meg, hanem szépen, ahogy éppen ő aragolja, úgy fogom lerakni. Jó ez nekünk így, jó ez nekünk így. Úgyis pörgetni fogjuk az időt, ugye majd, hogy termeljük a pénzt, és lehet, hogy addig, amíg ugye megnőnek a fák, egy ponzt ki tudnánk hozni, és akkor ugye nem az lesz, hogy bérbe vennénk. Jó lesz a srácok, jó lesz, az oda baj nem annyira látszik, de látjátok, hogy akkor nem kell ezt. Hú, ez nagyon jó lesz, ez nagyon jó lesz. Itt lesz az erdős részem. De ugye egy erdőt ide nyomunk. Nem nagyon látszik, de mint a nőnek akkor látszani fog jobban. Ugye itt vannak ezek egy kis csemeték. Azt hiszem, hogyha ugye izébe ültetném olyan földbe, ami be van kultizva, akkor ugye nem lenne ez a probléma. Na itt ez a sarok, látod? Ami van. Ott fog elhelyezkedni a daráló, ott fog elhelyezkedni a hőerőmű, mert hőerőművet is szeretnék venni. Mert szerintem azzal az lenne a legjobb pénz, hogyha daráló hőerőmű. Valószínűleg, ugye? Hogyha ugyanná, de ugye fő a forgácsot is el tudnám adni, de a legegyszerűbb az lenne, mert lehet, hogy azt a telepített darálót az ugye beledobod, és akkor egyben pénzt csinál a fából, bedarálja és pénzt csinál, de van az, amelyik ugye szállítószalagos, abból lehetne azt csinálni, hogy bedobod a fát, utána még betermelni ugye hőerőműbe. Szerintem az lenne a legtutibb. Jó, itt a fa, az utolsó fát ezt lerakjuk. Oké, és akkor felemelem. És akkor megindulunk visszafele, mint a vihar. Nőcsém, meg... Nem nyomtam B-t, de nyomtam B-t, baza. Mi szórakozzál, moré? Na és akkor itt jó sűrűn fogunk menni. Nem érne. Dob le a fát! Mikor dobja le, baszat? Túl közel van? Nem. Jó, rakja ez. Oké, ez gyerekek, király mód. Hát ugye lehetne sűrűbben, ugye úgy is lehetne sűrűbben szerintem, hogy még egyszer végig megyek rajt. És akkor ugye még nem nő meg az, addig szerintem át tudok menni a fán. És tényleg akkor egy ilyen nagyon sűrű erdőt tudnánk létrehozni. Nem, fogom azt megcsinálni, az mondjuk úgy, hogy mondhatni csites, mert ugye nem úgy nőnek a fák, hogy egymáshoz élnek ilyen közvetlen közel. De már csak egy van, megyünk a következőért. Valaki nyújtogatja itt a verdát. Kinn az utcán nyújtja a verdát? A suttyó gyerek. Nem találja a tavernát. De mi a fasz? Valaki nagyon izé. Ja nem, ez egy motor. Itt van a falu. Van az utcában egy Kawasaki. Kawasaki 1400-as. Nem is tudom melyik ZX-10-es, hogy micsoda, nem nagyon követem ezeket a dolgokat. De nagyon izé jampinak érzi magát. Hát Sanyi, az a neve, Sanyi. Megküldtük így szemből. Megállok, ha úgy van. Hát lehet, hogy nem pont egy formán lesznek, de hát ez van gyerekek. De most ez ütető vagy? Mit csinálta volt? Nem ütött mi? Hogy az nem meg se látom, bazze. Pömpörög ez a... Kókler valami. Jaj, gyerekek. Várja, annyival hátrébb kéne, így. Még egy picit, és akkor így. És meg lerakta egyből beszarás. És ilyenkor nem lehet automatán csináltatni. Meg kéne néznem egyébként, mi történik a másik helyen. Annyira benne vagyok ebbe.
Rabépek, megirányoztam, ugye ott van az a szituáció. Kettő között lehet, hogy még érdemes lenne elhúzni egyszer. Mert méne. Ugye, lehetne sűrűbben. Akkor föl is emelem, mert itt már megérkeztünk. Ré. Ilyenkor nem lehet kitiporni szerintem ezeket, ez semmi baj nem lesz. Vagyis nem rakom olyan sűrűre. Nem rakom olyan sűrűre, hogy tényleg az, hogy valami formája legyen, mert akkor meg azt mondjátok, hogy tök hülyeség, semmi értelme nincs annak. De az a baj, abszolút nem látod, hogy hol kell menni. Kellett volna egy ilyen... Fel kellett volna ugye kultizni, tárcsázni, ilyesmi, azt akkor jó néz neki. Befejezte a munkát a segítő, hát szerintem mindenki befejezi lassan a munkát, nem tudom egyáltalán megy-e még valami, várjál. Nézzük. Ja, még a tárcsázás megy, viszont az izé az végzett és a vetés az még megy, viszont az aratással azzal végzett a feature. Feature. Igen, ezt föl lenne kultizva, az ember látna is valamit, így bazen abszolút nem látsz, figyelj. Így látod egy kicsit a póznákat, hogy ott vannak. Megindulnak mind a... diófa. Jó lesz ez, na! Nem is tudom, miről akartam, még egy csomó mindenről akartam beszélni. Jó, jók ezek a lapozgatós könyvek, amiről ezelőtt beszéltem. De még valamiről akartam, akkor folytassuk ezt a gondolatsort azzal ugye, hogy mivel játszottam utána, miután a lapozgatós könyvek ugye megszűntek. Akkor jöttek a játéktermi játékok, nem tudom, hogy egy-kettőt ismertek-e, aki nagy retrós, meg játékterembe. Az biztos ismer párat, amit elsorolok. Ugye Mortal Kombat, abból például én a kettesen játszottam sokat, meg az egyel. Akkor volt még a Street Fighter 2, azzal nagyon sokat játszottam. Így nagyon ismertek közül mondjuk úgy, mert mondok majd mindjárt ismeretlenebbeket, amiket még többet, ugye azokat nem fogjátok annyira szerintem ismerni. Na, akkor játszottam a... nem is tudom mi volt. Volt olyan, azt hiszem, hogy Virtual Fighter? Jaj, meg a Tekken! A Tekken. Volt egy Yushomi nevű izé benne csontvázni. Na, ki emlékszik? Ilyen meg izékkel szoktam játszani. Nagyon szerettem az ilyen mászkálós, így bunyós kis fegyverhasználós játékokat. Most megint ez nem ültet, baszod? Pörög az a kis kotla benne, akkor mi van? Túl közel vagy? Lehet. Nem ütötött egy darabot se. Igen. Például volt olyan, hogy... tényleg valaki ismeri, akkor írja már meg, basszus, mert ez nekem nagyon érdekes. Tiff! Jaj, ne! Nehogy Keeper nem vette részt. Ne! Ne! Nem vettem észre, hogy elfogyott bazel csövete, hallod? Az a durva. Figyelj, menet közben, hoppá! Így kell felrakni. Abszolút tényleg nem látni, hogy hova ültettél, vagy hova nem. A harmadik sornál vagyunk, most jön a negyedik, és nem vette észre bazd meg Keeper, hogy... egyébként nem azt mondom, hogy bazd meg, hogy ne csúnya beszélj, ezért nem kell aggódni, nem Keeper nem beszélj csúnya, hanem azt mondom, hogy vaze. Vagy baze. Ha meg nem csúnya. Ja, izéve. Cadillac Sandirosaurus. Captain Commando, Alien vs Predator, amik ilyen arcade játékok voltak. Akkor mindenki játszott az ilyen különböző focisokkal. Akkor a Virtual Fighter, az az izé volt, az a lövöldözős, az ilyen pisztolya kellett lüdözni. Ja, az volt, ugye? Remélem jól emlékszem, gyerekek, mert nagyon lehet, hogy nem vagyok képben néha. Hányat ültettem a gyerekek? Egy olyan pár darabot. Lehet, hogy ezt azt fogom csinálni, hogy ezt gameplayen kívül majd megszórom. Gyerekek, hogy ne azt nézzétek, hogy itt csalingázok. Lehet, hogy egy kicsit még sűrítek is rajta, és akkor ezt az egész területet úgy, hogy azért bele lehessen járni. Be fogom ültetni fával, és akkor nem azt tényleg nem azt kell végignézni, mert ez megmondom őszintén, ez elég vad, meg főleg úgy, hogy nem is látjuk, hova ültetünk. Úgyhogy lehet, hogy tényleg egy kicsit besűrítem, itt az összeset erre hintem erre a területre.
gameplay-en kívül, igazából gameplay-en kívül még nem is játszottam ezzel a játék abszolút, mármint így ebben a sorozatban, de ezt lehet, hogy befogom valami, ez azért erős, gyerekek. Ez azért izé van, rohamot kaptuk, amire én ezt bevetném így gameplay-be. Úgyhogy VB. Ugye bá is állok, hogy innen kell visszafele mennem. Én abszolút nem is, bázzel ez arról nem látni, hogy hol vannak ezek a fák. Jó, itt is annyi. Na, és akkor ezt megcsinálom, én nézzük gameplay-en kívül. Most inkább annyit csinálok. De nézzetek, pont 85%. Szuper, és pont akkor értünk ide, amikor köllött. Amikor köllött, gyerekek, ide szépen így. Oké, és akkor ugye addig nem fogom elindítani az időt pörgetni, amíg nem ültetem el. És akkor utána mehet, és akkor mehet ezerre, visszaadjuk a gépeket. Gyakorlatilag annyit fogtok gameplay-en kívül nem látni, majdnem azt mondom látni. Hogy nem lesz majd az ültetést, jó felültetést, a gép eladást, visszaadást, meg mindent, akkor már gameplaybe fogok. Jó, gyerekek, ez nagyon szépen megy egyébként. Szeretem ezt a mapot. Nem tudom miért. Pedig nem vagyok oda az ilyen amerikásos dolgokért, de ezt a mapot szeretem. Na jó. Van kis Franco. Franco Nero. Már olyan hosszú ez a cső, hogy már izé, kenyába járni, hogy brit bögrecére, hogy te, és annyi, hát ez ott az üli. Na. Jó, ezt nem lehet így, ezt lehet elvileg így tönteni, izé, nem? Ha, így. Hova verjen. Ja. Jó. Oké. Okay. Szerintem ez fullos lesz. Ugye 787, ja majdnem. Majdnem egy fullos izé. 60 000 össze lett kapva. Meg végez, mindjárt még egyet húz. Ez meg akkor ültet. Ez meg akkor pont kifogyott. És igazából tök mindegy, hova állok vele, mert úgy is. Az lesz ugye, hogy mind a kettő egyszerre fog beérni, mert pörgetjük az időt. Mert ugye nem pörgettünk. Nekünk jó is lesz. Ezt most szépen lehúzza. Jó van gyerekek, közben én akkor búcsúzkodok, mint az őrültek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett ez a gameplay, és nagyon sajnálom, hogy sokat baszélek összefüggéstelenül mindenféle csuda dologról. Jók legyetek, sziasztok! És gondoljátok, elköcsönt az a hülye, meg nem nyomja ki a videót, mi? Na jó van, kigyomom, jók legyetek, csáááá!